kivételét és a jövő feladatainak körvonalazását vállalta magára az 1975. február 9-én megtartott városi pártértekezlet. 67 alapszervezet 137 küldötte részvételével a Városi Művelődési Központ nagytermében ünnepélyes keretek között folyt a tanácskozás. A Városi Pártbizottság beszámolóját Tóth János elvtárs első titkár terjesztette elő. És társadalmi ünnepeket szervező iroda hatékony munkájának és a tárgyi feltételek javulásának is köszönhető, hogy egyre többen tartanak esküvőt, névadót a Városi Tanács házasságkötő termében. Névadó ünnepséghez hozzátartozik a vers, az orgona muzsika, a virág, a szendvics, és az örömtől csillogó szemek. A Hajdú Bihar megyei textilfeldolgozó vállalat. A Városi Művelődési Központ nagytermében 1975. április 29-én tartott ünnepségen a többszörösen kiváló vállalat, a könnyűipari miniszter és a HVDS központi vezetősége dicsérő oklevelét kapta. Csibi Pál, a vállalat igazgatója,
a két évtized eredményes munkájáról számol be, s mint ilyenkor szokás, jutalmakat oszt a legjobban dolgozóknak. Tizántúl legkorszerűbb szakosított sertéstelepének átadására került sor a béketermelő szövetkezetben 1975. május 23-án. A gondos munkát a TS saját építőbrigádja végezte. Őket is ünneplik most a város és megye vezetői mellett a tervezésben részt vállaló NDK-beli Elfa Impulza cég képviselői. A 110 millió forintos költséggel épült sertésgyár évente 14 ezer darab hízót ad a népgazdaságnak. Pero